egyensúly, készszem koordináció, reakcióidő, ezeket próbáljuk fejleszteni. Például olyan, hogy kettő terészatlát fog az edző, a Zsolti, és nem tudom, melyiket fogja elejteni, vagy mindkettőt elejtheti, vagy csak az egyiket, vagy be is ijeszthet, és el kell kapnom, mielőtt leérne a földre. Ez most egy nagyon egyszerű ilyen kis reakció gyakorlat, de vannak ennél sokkal bonyolultabbak. A Matti Zsolti, a Fit for Race edzőm, vele is szoktunk így úgymond mentál tréninget folytatni. Elsősorban van nekem egy előírt étrend, amit általában két hét betartom egész évben, de két héttel a versenyétvég előtt szigorúan semmi kis csalás sincsen benne. Zéró cukor eszek, csak vizet iszok, szimulátorozok, amikor csak van időm, amikor hazaérek edzésből például. Napi 2-3 óra szimulátorozás, illetve heti 5-ször edzek, 4-szer edzőterembe, és 1-szer a Fit for Race edzésen veszek részt a Matti Zsoltival. Amikor már megkötöttük a TCR Európra a szerződést, már akkor már tudtuk és jeleztük, hogy szeretnénk az egyik szabadkártyások lenni a VTCR Hungary futamán, aminek nagyon örülök, hogy végül beteljesedett, és nagyon várom már, hogy elteljen ez a másfél hét. Elsősorban a családomnak, illetve a HL-nek köszönhetem, hogy itt el tudok indulni, és a JAS Motorsport segítségével ugye. Szerintem ennyit, amennyit még idén szezon előtt tesztetem, még nem volt egy szezonom se, úgyhogy nagyon hálás vagyok. Az év elején igazából ilyen megbízhatósági teszteket futottunk, akkor nagyon új volt ez az autó, és most az utóbbi két teszten már gyorságra is mentünk, ahol nagyon bizakodó időeredményeket kaptunk, amiért nagyon boldog vagyok szintúgy. A legnagyobb különbség az kívülről is látható az aerokit, aminek én nagyon örülök, hiszen a tesztek megmutatták, hogy sokkal jobb a légellenállás, és egy pár kilométer per órával gyorsabbak is tudunk lenni, mint tavaly. TCR európai autóval fogunk indulni a szezonba, full az utolsó csavarig ugyanavval az autóval fogunk menni a VTCR-es hétvégén. Hát én természetesen örülnék, szeretnék egy dobogót elérni, de az is a célom, hogy amit tavaly megcsináltam, azt valahogy megismételni. Mindent bele fogok adni egyértelműen, és keményen készülök. Láttuk a marrakesi hétvégén is, szerintem azok a nevek, akik ott összegyűltek, az a 25 fix pilóta. Szerintem az utóbbi 10 évben nem volt még ilyen erős mezőny egy helyen. Hát leginkább ugye Norbiról tudok legtöbbet, egyértelmű, hogy ő is egy hatalmas egy ellenfél, biztos a győzelemért fog harcolni, de remélem közbe tudok szólni valamilyen szinten. A TCI Europe-ot nem titkolt célom, hogy szeretném idén megnyerni, és jövőre pedig a VTCR-be indulni.